Több verseny első helyezettje és időrekorder is lett az idei vitorlás szezonban a Hunket. Sikeres hónapok állnak a csapat mögött. A szezon végeztével kikerül a vízből a hajó. A legénység ismét nagy odafigyeléssel készítette fel a katamaránt a kis útra, amit a vízből a partig kellett megtennie egy daru segítségével. Téliesítjük most a hajót, a legtöbb munka az inkább tavasszal van, amit majd a hajón kell végezni. Igazából itt a fejben lévő dolgokat kell majd rendbe tenni, nekem vannak komoly terveim a csapatnak, hogyan kellene ezt jövő évben csinálni. Hát bízunk benne, hogy legalább ilyen jó eredményeket fogunk elérni jövőre, mint az idén. Sikeres eredményekből tényleg nem volt hiány a Hunket házatáján. A kék szalag előfutamának nevezett fehér szalagról 3 kupával tértek haza, valamint megnyerték Keszthelynek a városok közötti Balatúr nemzeti regattát. A versenyeredmények mellett a csapat nagy büszkesége a Keszthely Kenese időrekord megdöntése, melyet többszöri próbálkozás után szeptember elején sikerült teljesíteniük. Ez gyakorlatilag a Balaton hosszanti átvitelezásnak a sebességrekordja. Ezt az előző hajó, aki tartotta, az 3 óra 41 perccel tartotta ezt a sebességrekordot, amit mi 2:42-re redukáltunk, ami egy nagyon nagy teljesítmény, úgy gondolom a csapatomnak is köszönhető, meg a hajónak és a szélviszonyoknak. Ezt azóta már több hajó megpróbálta megdönteni, sajnos nekik nem sikerült, tehát egyelőre 2:42 a rekord. Tehát most mondhatjuk azt, hogy a szerénytelenség nélkül, hogy a mi hajónk a leggyorsabb most. A Hunketen több olyan munkát is el kell majd télen végezni, melyek szükségesek a jövő évi szezon sikerességéhez. A legfontosabb egy új vitorla varratása lenne. Egy új garnitúra vitorlát szeretnénk a hajóra. Még talán egy kisebb változtatásra egy másik típusú vitorlát, tehát mindenféleképpen vitorlák kellenek hozzá. Hát ahogy említettem, ez a legtöbb technikai sportágban azért ez komoly összegeket képvisel. Hát mi bízunk benne, hogy a támogatóink keresztül ezt megvalósíthatjuk. A Hunket most télen a kikötőben a parton várja a tavaszt. A katamarán legénysége jövőre is szeretne versenyeket nyerni, de ehhez még pár változtatásra lesz szükség. A jövő év az érdekességeket tartogat, mert a jövő évtől kezdve a kék szalagon több testű hajó már minden évben indulhat. Nem tudjuk, hogy milyen versenytársaink lesznek, vagy éppen mondjuk kihívóink. Biztos, hogy össze kell mérni magunkat. Ehhez szeretnénk a hajón egy-két dolgot változtatni. Árbót szeretnénk, vitorlát. Nyilvánvaló függ, ez legtöbb technikai sportnál ez eszköz kell hozzá. És hát már bízunk benne, hogy a támogatóinkon keresztül ezt meg tudjuk valósítani. Ez nyilvánvaló ebben a sportágban is egy fontos dolog. De hát Keszthelyiként én úgy gondolom, hogy a nyugati medencébe kevés ilyen hajó van, és én büszke vagyok arra, hogy milyen címeket tudunk elhozni ennek a városnak. A partartétel után a csapat gondoskodik a Hunket nyugodt és biztonságos téli álmáról. A vízi emberek életének legszomorúbb pár hónapja áll most a legénység előtt, de a pihenő után már a tavasz első napsugara vízre fogja csalogatni a Hunketet.